taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Szia! Szia, hello! Jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Ott van, mert, ja, más nem tudtam gyorsban kitalálni, úgyhogy Bird of Tanks lesz. Nyomatjuk tovább, nem tudom mit. Játszogatok, amihez kedvem van. Az EZ8-hez pedig van kedvem. Úgyhogy... ilyen dolgok lesznek. Mit szóltok hozzá? Biztos nagyon örültök neki. Hát Credit Boostert az biztos nem nyomok be. Lehet, hogy már van, aki unja, de lehet, toljom. Én el vagyok vele. Lehet, hát, ha sikerül legalább megcsinálni, és akkor lehet váltani másik tankra. Szerintem egyébként ennyi elég lesz. Írt hirtelennyében, más nem akarok benyomni, mert tök fölösleges. Úgyhogy, ja, hát meg itt tudjátok, így váltogatunk. KV1-esre is egyébként ráraktam a simágyot, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, úgyhogy ki fogjuk próbálni, vagy azt is. Nem trollágyúval. Hát illetve majd ugye ezek következzek majd még, de most egyelőre ezt kéne befejezni, hogy minden jó legyen. Reméljük, hogy adja. Mert ha adja, az jó. Laci, hú, hello! Bár jó kevesen vannak fönn még így kora reggel, de ezáltal hát, ha jobb lesz a matchmaking, talán. Talán. Na, az még jó. T7 az még bőven jó tud lenni. Na most itt az óriási probléma megint az, hogy ugye kisebb tír, bár nagyobb tírbe se szeretnek ide jönni. Nem tudom, hogy ide hajlandó lesz-e valaki, bárki eljönni. K1
kellemetlen ellenféle, mondjuk a T-34, hogyha oda jön, többi az annyira nem lenne vészes. Csiri meg ilyenek, hogyha oda leugrik. De hát ez kellene a csapat, hogy jöjjön bárki oda. Hellcat megy ki a szélére, IS megy ki a szélére kempelni szerintem. És így kb. Ennyi. Erre a részre pedig kéne jönni. Hellcat is csak ide fog fölállni. Ajaj. Ez kevés lesz. Úgyhogy leugráson még gondolkodok. Pedig kéne. De a lightunk lent van, az már jó. Úgyhogy lehet, hogy rápróbálok. Ez egy fontos... lenne. Cromwell. A Cromwell-től talán annyira nem férünk, de nem is mert lejönni, úgyhogy... hát nem tudom, nem az igazi. Próbálom ösztönözni a csapatot, hogy... Ez viszont így már sok. Sokan lesznek itt nagyon. Sajnos sokan lesznek. Méghozzá ezért lesznek sokan. Jönnek utánam. Tehát ez a vicces az egészben, hogy gyakorlatilag mindenki itt van. Muszáj vagyok úgy cikázni, hogy ebből megúszom a dolgokat, de nem fogom tudni megúszni a dolgokat sajnos. Egy, az arti végig engem fókuszál, a T-34 az gyakorlatilag ki tud nézni, és hát ennyi. GG. Na, hát ilyen, amikor a csapat leszarja azt, hogy mit kérsz tőle. Bezzeg a másik oldalon a dombon, ugye fönn ott nézik a nagy semmit. Többiek, illetve ilyes hátulkemper, stb. Várató volt, csak nem gondoltam, hogy ennyire sok tank fog jönni. De hát mindig belemegyek ebbe, hogy ide lejövök és erőltetem, mert fontos pozíció, de le kell róla szoknom, mert nem jön a csapat. Soha nem jön a csapat. És nem csak kis tírbe, nagy tírbe sem. Úgyhogy erről le kell sajnos szokni. Annak meg nincs értelme, hogy ott a városba fönt maradni, mert mindenhonnan szarrá tudnak lőni. Te kell engedni ezt az oldalt, vagy bemenni középre, heavy-hez oda oldalra, és akkor lövöldözni, amit tudsz, vagy kimenni a szélére, azt lőni a semmit. Ez a két opció van. Sajnos ezen a pályán. Pedig a light az nagyon jól lejött. Ha lett volna kicsit agresszívabban előre jött TD, illetve heavy sor, akkor nem mertek volna lejönni. Ennyi múlik az egész, de hát... nagy tírbe se csinálják ezt, nem vagy még kis tírbe. Úgyhogy ezekről le kell szoknom sajnos, ezekről a pozíciókról. Ha nem akarok így mindig meghalni. Vagy csak akkor rápróbálni, ha látom is, hogy jönnek. Bazd vagy, ha megállnak... ha megállnak ott fönn... mármint a városi részen megállnak, akkor hiába mész le. Ugyanúgy megdög lesz. Na, most nem a trollágyút raktam rá, hanem a másikat, úgyhogy erre kíváncsi leszek, hogy hogyan muzsikál, illetve mennyire tetszik. Ha nagyon nem jövős be, akkor visszarakom a trollt, mert azt viszont csíptem. Mármint a trollágyot kéne csípni. Tíve bágyó egy picit. Pargelni, hello.
30, és szerintetek kinéz? Persze, hogy kinéz. Az mondjuk más, de... Szomorú az, hogy semmiféle support nincs. Mindig spoton vagyok. Aha, értem. Látjátok itt a bokrot? Ezen a részen felspotolott. Sajnos. És ezáltal sajnos nem tudsz kilőni, mert hát spot nincs. Valahol itt áll a gyerek. Szóval nincs spotunk a túloldalra, alulra. Ugye. Hiába ott van spot, nem tudunk itt kinézni. Ja? Akkor jó van akkor. Tök jó, hogy föntről is rám tudnak lőni, nem? Nem értem már a játékot. Mármint, hogy... Tehát itt állnak tankjaink, és be tudnak jönni ránk innen is, meg mindenhonnan úgy, hogy semmiféle ellenállás. De ezek a srácok ki se néznek, hogy lőjenek, vagy bármi. Péntek van. De egyébként jó ez az ágyú. Nem annyira vészes. Így elsőre, csak hát ha lehetőséged lenne lőni, azért sokkal jobb lenne. Ilyet, tök jó, hogy jöttek fel a dombra, spotolod őket, a túloldalról senki nem lövi meg. Ez a... Ja, hogy vége is lett a meccsnek. Értem is. Milyen érdekes, kikaptunk? Rengeteg kezdőjátékos, akinek fogalma nincs az egészről. Mármint, hogy tényleg semennyire. Tírhetes ilyes is. Bement leghátulra kempelni. Top tírként. Tőlünk. Megvolt az eredménye, látszik. Gyakorlatilag ez is milyen rövid egy meccs volt, és már kim volt a tank. Undi.
fura, hogy kitől kaptam spotot. Hát, Tigris az kellemetlen ellenfél. Én nem értem. Tehát, hogy tökéletesen oda célzok, várok, semmi nem történik. Nem találja el, bazd. Persze, hogy nem látszik belőle a lófas se. És oda repült, ahova céloztam a lövés. Hát ez egy nagyon jó meccs volt. Balanszolt az egész játék. Még mindig. Itt is az emberek még mindig nem tudják felfogni azt, hogy ide, tehát ki kell jönni ide is, mert ha nem jön ki senki, az egyik oldal simán áttolja a másikat, és akkor... Sajnos nem értik. El vannak garázsolva. Sipos, hello? Folyamatosan tier 8-at fogok kapni. Ezt nem szeretem. Vagyis a trollágyú nem szereti annyira. Mondjuk még az a szerencsém, hogy azért itt még esélyesebb átütni. Mondjuk, hogyha Defender ellen kéne 1v1-be, az úgy vicces lenne. Na jó. Megpróbálkozunk egy agresszív bemenetellel. Aztán meglátjuk, hogy lesz-e értelme. Hát, hogy kezdjük egy robbanóval inkább, mert hát ha valami puha testüt el tudunk találni. Majdnem. Az jó volt. EBR tolta neki. Ah! Tovább gurult ki a kis köcsög. Jó, no problémo. Mármint, hogy... Ne. Esélytelen lesz. Mire beszűkülök, addigra már rám néz. Sőt, még úgyse biztos, hogy beütöm a tornyát. Főleg, ha nem találom el. Sajna látni. Az előrébb kéne menni. Most gondolkozok azon, hogy fölmenni a dombra, de... Jaj, de jó, fogadjunk, hogy nem fogom átütni. Oda célzok. Na, végre, oda megy. De amikor oda célzok és rámegy a toronyra, azért az durci. Szerintem túl durci. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nem lát senki, nem lát senki, nem lát senki. Mondtam.
Ez nehéz lesz. Nem csak azért is, mert proxy miatt lehetnek problémák. Nem baj, assist az jó. T-44, gyere, gyere. Már nem hiszem, hogy beütöm. Méghozzá ugye az oldallemezek miatt. Nem érzem ezt. Nem tudom. Valahogy... Valahogy van, amikor annyira érzem az ágyút, van, amikor meg semennyire nem érzem. Proxyba tól az ilyes. Érdekes, hogy... Igen, akartam mondani, hogy kávé áram kínál, és őt nem lövi a kutya se. Jönne előrébb a srác, akkor meg lehetne lőni, de nem fog előrébb jönni. Hiszen ott van neki fedezék. Hát nem a legkönnyebb a szitu, srácok. Arcával az AT-be, az meg... Istenem. Repült. Az a baj, mikor nem látsz egy enemit. Nagyon nehéz ezzel a trollágyúval. Nem folyamatosan proxyba leszek. Sajna. Azt se talált. Ha ebből a vízén meghalna, akkor nem lenne már gond. Értem. Most már fölment a dombhoz.
Na most van gond. Most gond van. Azért gond, mert nem tudom, hogy ez amire elmentem már, vagy sem. Sajnosan gyanúm, hogy ez amire már elhúzott. Nem... Most ki... Elbukta a vízé? Ne basszatok fel. Ó, jön az Emil. Hát a Defender mit keres a túloldalon, arról ne beszélgessünk. Nem képesek eltalálni, geci. Az artjaink. Éljen. Nem szándékozol valamit csinálni, Ombra? Adná. Valamit tegyél már hozzá, könyörgöm. Jó, ugyeból elsötött a spot. Nem hiszem el, hogy a Defender nem tudja bazd meg megölni. Onnan, amikor hárba lehetne lőni. Hát, geci, ezt a noob Defender bazd meg. Szabad már a robbanó miatt kell az Emilre. Látjátok, ha ott eltaláltam volna azt a kibaszott E25-öt, megdöglött volna ugye, és tudtam volna jobban ide koncentrálni. De nem, nem találja el, mert nem szűkültem be teljesen, de ha beszűkültem volna, még akkor is ugyanez lett volna. Hát gratulálok beta tester defenderünknek, kurva ügyes volt, bazd meg. Kurva ügyes volt. Kurva ügyes volt. Nagyon hozzátett a csapatjátékhoz. Top tier having. A sarokból nem tudott mit csinálni. Tehát ha már oda ment és eljutott odáig. És az Emilt nem volt képes megölni. Hát, fönn kellett volna maradni az Emilt befejezni a faszba. Már látom, hogy elcsesztem.
ezzel, mert a csapat az életképtelen volt mindenféle. Tehát nézzétek meg, Defender 1500 damage. Semmire kellő. Mondjuk az egész banda is semmire kellő volt. Ne beszéljünk róla. Ahogy rákot kapok. Tipcsi, hello! Hogy adjam a game? Így. Így. Zömbbe próbálkozik, de hiába. Sajnos hiába. És természetesen, hogyha az Arti ugye miután leesett a spot, még spotolta volna, még rá tudtam volna egyet lőni, lett volna még időm betölteni a izére, az Emilre. Tudtam, hogy az Artik fognak lőni, mert tudtam, hogy az a pozíció nem safety. De nem mertem hátrébb az E25 miatt. Ha az E25 meghalt volna, akkor jobban hátrébb mertem volna, talán nem találtak volna el az Artik. Hát azt, hogy jó helyen eltaláltam volna a robbanóval, hogy kivégezte volna az Emilt, az már más kérdés. Viszont még mindig lett volna opcióm esetleg megpróbálni lecsúszni ott hátul. Mindegy, értitek? Lett volna több esély. Nem tudom, valahogy ez az ágyú... pedig kurva pontos. Tehát ahhoz képest a troll ágyú, és nem. És mégse. Még ha megvárod, hogy beszüküljön is, abszolút. Hát ugye távolság függvényébe, de ott azért akkora távolság nem volt. Hogy azt mondja rá az ember, hogy... botrányosan nagy távolság. Hát igen, meg gondoljatok bele, hogy a mi artjaink mennyit mellé lőttek. Ja, hogy senki nem jött előre. Csicska az összes. Akkora beszari szarok vannak ebbe a játékba, esküszöm. Némelyik bazd meg. Nézzek, spot is mennyi van? Lövi bárki onnan hátulról őket? Lövi? Szerintetek? Bárki, bármit, láttok bármilyen lövést? Nem hajlandók előrébb jönni, nem hajlandók lőni, nem hajlandók megmozdulni. Fú, kicsit frusztráló a dolog, mert egyszerűen nevetséges szerintem. Értem, oké. És azt hogyan nem találtam el? Fú, anomáliák vannak, meg hasonló dolgok. És csak pingelnek, vágod? Pingelnek, hogy spotoljál már. Móni. Spotoljál már, lőnék. Fogom átütni, csak ott gyenge ponton, az meg elég nehéz lesz el snipon. Azért a VK az elég erős. Hát most lenne jó, hogyha játszanánk. Csapat.
szerintem már nem én spotolom. Arra át kéne ugrani, csak meg kéne nézni, hogy a helket itt van-e még. Geci bazzag, és a többiek nem jönnek, kurva. Hát ezt beszarok ezen bazzag. Meg lehetne indulni ez a gyökér, meg még itt kempelt. Többiek bazzag, meg megállnak. Miért kell megállni? Mehettünk volna tovább, a light is mehetett volna itt tovább lendületből, hogy érjünk be a sarokba, de nem. Úgy, hogy ott vannak már tankok tőlünk. Nem, még mindig várnak. Kijátszanak, várnak. Most gondoljátok el itt megint az, hogy ugye alig látszik ki belőle valami. Csoda lett volna, ha eltalálom. De a spic például, vagy a többiek itt indulnak meg, akkor simán megölték volna, és lehetett volna fedezékbe vonulni. Simán föl tudtam volna jönni idáig. És nem lőttek volna onnan el. De megint nézzük, a spic bement, és többiek meg állnak hátul. Oké, értem én, kevés a HP. Na de bum, baszki, tehát most... Ha egyszerre megyünk mindannyian, nem tud mindenkit megölni. Két tank. Tehát négy embert nem tudtak volna megölni, anélkül, hogy ne spotolódnak, meg ne érjünk föl odáig. Na, és hogyha én nem erőltetem, nem tolom át, nem izélom a csapatot, bazd meg sem mozdultak volna. Ott kempeltek volna, még mindig ott állnának hátul. Mert noszogatni kell az embereket. Pedig itt olyan játékosok vannak, akiknek olyan medáljuk van, amit régen lehetett megszerezni, szóval játszanak a játékkal. Tehát nem kezdők. Mindegy. És úgy, hogy mindig magasabb tír van, és a magasabb tírűeket kell noszogatni, hogy megmozduljanak. Szomorú. Csak tényleg az van, hogy nagyon, most per pill nyáron nagyon sokan ezek kezdőjátékos. Tehát, hogy nagyon sokan elkezdtek ugye játszani, és ugye a Wargaming pedig annyira tolja a játékot olyan szinten, hogy nagyon hamar elérsz ilyen 6-7-es tírbe. Hogy azt se tudják, mi van. Főleg, hogyha megcsinálják a tutoriál, s a többi már kapnak ingyen egy 6-os tankot. Tehát, hogy még 100 meccsük sincs, de már ilyen tírekben mozognak, mint ez. Úgymond, ugye 8-as után már eléggé idézőjelben endgame van. Mit tanulnak meg? Semmit. Most ha elkezdesz játszani egy teljesen ingyenes akkunttal szerintem, és mondjuk játszol vele úgymond aktívan, tehát elkezdesz vele játszani és játszol, nem tudom mennyit, mert ráfüggsz, két nap alatt simán 8-ast el lehet érni bármiféle erőfeszítés nélkül.
Szia, Bajzi! Zárát várom, ne? Azt már várhatom. Annyi, ezt mikor akarják nerfelni a T-85-et, meg a sima T-85-et? Ezt mikor akarják nerfelni? Mert most mindent agyon akarnak nerfelni. Az bezzeg nem akarják agyon nerfelni. OP orosz szar, bazd meg, hogy olyan páncélzata van, hogy gyakorlatilag csak nézel, bazd meg. Mint Rozi a moziba. Remek ágyú, meg minden, gyakorlatilag. Hát őt ott nem fogjuk sehol beütni. Ott áll, úgy el van. Tök mindegy, azt mondja, hogy nem találtam el, úgymond, csak a lánctalpat, úgyhogy elment mellette a lövésem. És nézzek, a T-34 is kinézett annyira, hogy simán előtt. Talán már elmúlni. És beáll szembe a gyerek. VK meg itt, hogy azt mondja, ah, fuck this. Pedig annyira engem szeretne. Nézd meg. És miért nem kapom meg a többi spotot? Már nem én spotoltam? Ki a búbánat spotolta? Biztos a Jocika volt. Na jó, most töltöm át azt a kurva robbanót, bazd meg, azt ott fogsz megdögleni, te szeretett csomag. Jaj, gyere, nézd ki, jaj! Száradjon a lelked közepe. Hát... ezzel megint a probléma az, hogy nem nagyon fognak azok már ott jönni, mi? De ez attól függetlenül egy kurva szarkör. Nem is tudom már hol érdemes menni, tök mindegy. Persze én értem, hogy izé megveszik a prémium tankot és akkor már úgy van 8-as is minden, de most őszintén te elkezdesz egy teljesen új akuntot, megcsináld a tutoriát, kapsz egy csomó prémium napot, az hetit össze lehet szedni, és a többi most
kapsz kezdésnek egy bármelyik választható 6-os tankot, most nekem nem mondja senki, hogy két nap alatt nem tudja elérni a 8-ost. Mármint a tier 8-as tankot simán eléri. Aha. Tehát, hogy... És még mondjuk 100-150 meccs alatt most csak mondok valamit, lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb. Ugye attól függ, kinek hogy áll rá a játékra az életérzés. És most ő elmenekül, bár meg... Aj, Istenem! Ez a tank is néha. És az a baj, hogy most vesztünk. Nem keveset. Ha csak blindban nem volt lövésem, de hát nem hiszem, hogy blindoltam. Mondjuk, hogy az Oni jött rám, hogy miért kaptam olyan kevés izét, azt hiszem belőle, azt nem tudom. Szóval... Értitek a lényeget. Túl hamar elérnek magas tírbe az emberek. Jó, lehet, hogy csak úgy mondom most, hogy... Ugye van tapasztalat, és az ember tudja, mit kell csinálni, és ezáltal két nap alatt, vagy egy nap alatt el lehetne jutni tier 8-ba, de itt már inkább arra asszociáltam, hogy egy tier 6-os tankot is már megkapsz egyet ingyen, csomó cuccot kapsz ingyen, ugye kezdésnek, és onnantól kezdve már, ha van 7 napig prémium fiókolta, most elkezdesz aktívan játszani a játékkal, meg lesz a 8-as tankra is a cucc, ott a Battle Pass, ott is szórnak prémiumnak a stb. Pénzt. Tehát, hogy így... Ugye, hogyha nem fizetsz még akkor is. Aztán, ha megtetszik a játék, akkor legalább prémium fiókot fogsz venni, és kész. És onnantól kezdve már az van, hogy nincs 200 meccset, de már 8-as, 9-es körül mozogsz. És akkor ilyenkor születnek az a legendás E100, akik az Arti mellett kempelnek. Meg ilyenek. De a szomorú meg az, hogy van 50, 60, 70, 80, 100 ezer csatás emberek is, meg beta teszterek is, meg hasonlók, akik olyan régóta játszanak a játékkal, és annak ellenére ugyanezt csinálják. Szóval nem tudom, tehát nem akarom a kezdőket kritizálni, sőt a kezdőkkel szembe nem is kritika ez, hanem a maga a wargamingnek a hozzáállása, amit tudjuk, mert profit kell, értem én, csak az, hogy egyszerűen túlságosan gyorsan érnek föl az emberek, és nem tanulnak meg rendesen játszani. Tehát ez meg nem a játékos hibája. Azt azért tegyük tisztába a dolgokon. Mert aki akar a játékba tanulni, akar jól játszani, az fogja érdekelni. És megpróbál jól játszani. Aki nem, annak tök mindegy. Hát, ő is megtanulta, hogy hogyan kell spotolni. Ezek is, mióta én elkezdtem játszani, tehát mikor én elkezdtem játszani, azóta itt kempelnek az emberek ezen a pályán. Tehát, hogy heavy-vel, TD-vel, mindennel ott a mező közepén beállnak a kis házak mögé, mert hú, nem kell megmozdulni sem, meg semmi, és ennyiből áll. Azóta. Hány éve volt az már? Jövőre lesz 10. éve, hogy elkezdtem játszani. 10 éve az emberek ott kempelnek a kezdő pozíción. Itt. Meg természetesen itt. A pálya 95%-át nem is használják. Ott valaki tol valamit. Hát az arra halad az a roncs. Most vagy mögötte van. Mert azok olyan vagyok, mint egy Arti. Most nem szűkülök. El se találtam.
Na nézzük, kit találunk itt. Oh. Ez a Leo, ez jön. Ez a Leo, ez jön. Akkor én nem megyek oda. Szia! Nem akarja valaki meglőni? Nem. Úgy látszik, nem. Jaj, de jó. Egy arti. Ez az ember két érdekelne, a két kampol. Kampolódik egyet. Valószínűleg valahol ott áll inkább. Persze ebből nem kaptam megint egy darab spotot se. Föl kellett volna nekem is menni a dombra, de mire fölértem volna, már jöhettem volna le. Tehát ha ott van valaki, akkor miért nem lő? Valószínűleg azért, mert már nincs ott. Vagy mert nem tudja, melyik gombbal kell lőni. Az is lehet. A jó ír az, hogy a kávéket ennek ellenére jön. Fú, ez meg. Mármint, hogy ekkora távolságban. A távolság függvényében az esési szög és az egyéb tényezőket nem számítottam ki. A dőlési szög, a gurulat és az egyéb széljárások tekintetében. Lenne ezt a fát még itt kidöntenem. Szóval a problematika a következő. Nehéz lesz, bár valószínűleg itt senki nincs. Nehéz lesz azért itt bejulózni, mert... Hát nem tudom, bár lehet, hogy ezek a bárányokat tudnak lőni azért valamilyen szinten ott hátul. Ajvé. Nem fordította a páncélzatát, az sose tetszik. Az a baj, mert van neki. Nekem meg átütésem nem nagyon. Szia. Figyelj, barátkozzunk így, jó? Egy lánc. Találjuk. Nekem jó az assziszt is. Szia! Ajaj. Jó, bedönti. Olyan, mintha tudnák, hogy milyen szögbe állítsák bazd meg a tankot, pedig nem tudják, higgyétek el. Teljesen véletlenül csinálja a gyerek. Láthatok, megint egy picit meg van döntve, ugye 100 mm, 104-es átütés már nem elég neki. Mármint 100 mm a páncélzat, ugye, de meg van döntve, és 104-en nem fogom tudni átütni. Meg ugye a kumulatív, de hát az annyira nem függvény. De a probléma az, hogy picit be van döntve a srác. Ha teljesen egyenesen állna, akkor be tudnám ütni. De így nem. Szerintem már mindenki ott a bázis környékén van. Hát... Jól előrébb kell célozni. Szia! Legyél a barátom, jó? És nem tálom el, fasz! Látjátok?
Látjátok? Előre kiszámolva, előre célozva, oké. Álló helyzetbe egy pontra lőni, beszűkülve, nem oké. Az Arti barátkozni akar. De ki akar egy Artival barátkozni? Húha, ez revans. Alacsony vagyok, nem látok oda. Tudjátok, mi az, amit nem értek? Miért nem mennek rá? Főleg a light. Az igen. Az igen, Leo. Hogy elsznájpolta? Hát... ez 2500 damage-nek kellett volna kb. Lennie. A sors is úgy akarta volna. De a sors egy erős középsúllyal jutalmazott. Szóval imádom, hogy egyre jobb a tank, egyre jobbak a skillek, egyre ugye field modification-t ráraktam, stb. És olyan, mint az ágy, egyre szarabb lenne. Ezt a szart viszont jó, hogy nerfelni fogják az M44-et. Undor úti a OP. Meg a T-34-85 M-et kéne, vagy hát azt nem fogják, mert prémium a simát mondjuk. De tök mindegy, azt is nerfelni kéne, attól függetlenül mind a kettőt. Túl jó. Csak hát nem fogják. Szovjeteknél csak ilyen négyes tírűeket nerfelnek. Majd. Na, hát amilyen szarul kezdődött, egész tűrető lett a vége. Mondhatni. De milyen jól látszott, hogy mennyire megéri kempelni a bázison. Szóval annyira jó lenne, ha lennének oktató küldetések, térképeken hova kell állni, mit kell csinálni, milyen szituációban, hogy érdemes reagálni. De hát a játék nem adja meg, akkor a játékos, hogyha hajlandó kezdő játékos, akkor ezeknek utána néz YouTube-on, bárhol ugye tutoriál videók, úgymond idézőjelesen oktató videók, vagy streamekbe rákérdel streamerektől. Aki meg nem hajlandó, csak hogy bejövök tankozni, és nyomom a gombokat, és azt sem tudom, mit csinálok, azokat meg úgyse fogja érdekelni. És bármennyire is furcsa, sajnos ilyenekből van a legtöbb. Akik ilyen hobbi játékosok, nem kell őket elítélni, mert van akinek ez a játék, kikapcsolódás, bejön az lövök egyet, eltaláltam valakit, az kb. Ennyi. De... ezeket én félretenném, akkor játszatok egy külön módba. Azt álljatok bokrok mögött, meg sziklák mögött, mind a két oldalon, azt várjátok, hogy melyik indul meg előbb. Nem? Tehát, hogy így akkor... aki erre... nekik erre van igénye. Sundor, hello! Szincsi, hi! Ja, úgyhogy sok mindenen kéne változtatni, de sajnos nem lesz. Két light is bemegy egy bokorba spotolni. Biztos, ami biztos. Tehát az egyik nem látja meg, akkor majd meglátja a másik. Nem ott állt a spotter. Az ott... legel.
Az vagy a Churchill-t, azt úgy nehéz lett volna a házak között elsznipolni. Senki nem jött ide középre. Viszont a várost azt masszívan. Masszívan masszívolják, látom már közben. Hogy ki volt az, aki spotolt. Ez érdekes, látjátok? Látjátok milyen érdekes? Aha, Csöfi meg itt áll. Hát kurvára oda akartam, nem, majdnem oda akartam. Na jó, az robbant, úgyhogy a Csöfi az inkább valahol ott áll. A kettő között áll. Vagy a fasz tudja hol áll, nagyjából valahol pedig ott áll. Oké. Okay. Jó, ott állt, ahol gondoltam elsőnek. Városba be kéne segítenem. Csak hát nem lesz a legegyszerűbb. Pont a P43 az a személy, akit kurva nehéz beütni. Nem jött hátrébb. Akkor mindegy, akkor. Ja. Hát. Ez egy érdekes kör. Ez annyira páncélozott fos ez is, bazd meg. Kurva Csöfi meg már bazd meg ott van hátul. Ajvé. És miért nem tudod eltalálni? Miért nem tudod eltalálni? Miért nem tudod eltalálni? Miért nem tudod eltalálni? Na jó. Na jó. Hol van annak annyi páncézata? Még egyet hagy lőjek már bele. Kösz. Szia. Szia bácsi. Ne ölj meg Csöfi. Na kurva. Picsába. Hasznos birkák. Nézzek, látod? Akkora gazdaság van, hogy még matricákra is telik. Oda néz. Bishop.
Pro. Jó, mondjuk az a kurva nehéz játszani. Ez tény, de... Ezzel a csökevénnyel, de na. Hát nézzetek már meg, olyan, mint egy kiskacsa. Egy szögletes fejű kiskacsa. Nem is Arcade Mode, nem tudom, miről beszélsz szerintem. Ki akar az a szarra játszani, meg az nem a hétvégén van, csak... Na? Eltalálta? Nézd oda, Bishop lehozza. Amúgy egyet mondjon meg nekem valaki, tehát a Csefi ott állt, egyet nem lőtt a Bishopra, meg semmi. Engem bezzeg minden egyes lövésével eltalált, oké, hogy robbanó, meg mit tudom én, de hogy értitek a lényeget menet közben. Ezek itt áll egy helyben előtte, és nem lövi. Meg ilyen STRV-ről, meg ilyenekről lepattant a gól. Hál' Istennek szerintem, hál' Istennek. Miből, hogy ez a pénzre a bázison kempel és várja a tudományt? Azon gondolkozok, hogy vajon a... Ah, jó. Erre rájött ő is. Beáll a roncs mögé, hogy hogy fog lőni. Látszik rajta, annyira izgul, érted? Annyira izgul. 6000 csata a Bishoppal, aztán... Izgul, hogy most mi lesz a vége. Taktikázik. Akkor leszek szarba, hogyha valaki foglal. Ki fog akkor spotolni? Haha, ketten is. Ezek az arták. Tippelnem kéne két arti megpróbál foglalni, azért meg védi őket onnan. Szia, Csavesz. Hogy blindolják ezt a bokrot? Amúgy. Alacsonyan szállnak a dolgok. Bishop, lőjél, koma. Hatodik érzék van. Mekkora látótávolja lehet, hogyha nem látja meg a kifoglal. Gyerünk, Bishop. Fú, hát te proartista vagy. Minimum 5000 csata ezzel a tankkal. Ez fix. Rugan, hello. Na ezt most a Bishop levette vállal. Ez a BD, ez valamit csinál, vagy mi valamit csinál is, vagy nem? Eltalálta, most fedezékbe gyorsan, cikcak! Honnan még rá is tudsz egyet lőni. Nem mert. Tehát tudja, hogy le kell dobni a spotot. Akkor ez 60 ezer csatás, abból 10 ezeret ezzel tolt. Mind a kettő előtte magát, most rána, bitch, rána. Legnagyobb kerülő úton toljad annak a szarnak. Édes Isten, nézd már meg.
De miért? Hát előtte magát mindkettő. Rip. De rip, túl sokáig vár. Édes kolbász. Jó volt. Pedig mondom, tehát, hogy még sebeztek is, meg mindent, még ugye le is hozhatták volna, csak ez meg, pfú, nem tudom, ez az ágyú néha, tehát az, hogy miért nem ütöttem például az STRV-t be, azon a, hát a fasz tudja mennyi páncélzata van, de simán át kellett volna ütni. Szóval kiégős néha. Komolyan mondom, de tényleg azt tapasztalom, hogy jó, hogy jobb a skill a tankon, annál szarabb az ágyú. Nem tudom miért, de ja. Régen, mikor még nem volt, csak utána egy skill-es volt a legénység, még nem volt field modification rajta, meg ennek sokkal jobban átütött és eltalált mindent is a tank. Jaj, azt hitted Csabesz, hogy én mentem a Bishoppal? Hát... nem tudom, mikor fogok ilyen artizni annyit egymás után, hogy ilyenekkel játszok. Nagy valószínűséggel nem nagyon mostanában soha. Itt van Maminti a Matek klánból. Valahogy nem érzem, hogy akarnak az emberek kijönni. Hál' Istennek tévedtem, azért jönnek. Jarmis 100-al megküzdök. Nézzük, lefékezett. Úristen, egy úriember. Már 200-szor jobb játékos, mint Sinetar. Mondjuk ő egy úri hölgy, úgyhogy igazából ja. Nem helytálló a dolog. Mire beszűkülök. Á, még ott marad, de nem fogom átütni. Az a baj, hogy bármennyire is vicces, van páncélzat annak a fosnak. Zágyúja. Nem lesz jó. Belógott a pöcölője. Mégis milyen páncél ez? Oké. Te kis búza. Hát tudok, és ezek, ilyeneket néha beadott. Mostában már semennyire nem ad be. Ha nem vagy teljesen beszűkülve. Ó, az de jó lett volna az a Challenger, hogyha időbe spotolom fel. Mondjuk ami késik, nem múlik, még kinézhet erre, mert azt gondolja, hogy ah, nem lőttek meg, akkor úgyse lesz ott senki. Én várok. Türelmes leszek hátha. Hajvé. Nézzétek meg, ez is. Egy sima lövés, bazdmeg, és nem. Szia.
Au. Há, greedy vagyok. Akkor nem is látszódik normálisan ott. És látjátok, egy heavy viszont elsznájpol a városból. Mert megteheti. Bement fel az égbe. Vagy nem tudom, nem láttam. Na, a revans. Legalább ennyi. És lelopja! Picsa füst, fenébe. Látjátok is, hiába próbálsz agresszívan játszani, meg mint hogy mindenre kinézi, mindent lőni, és a többi az ágyú nem akarja azt, hogy te itt játsz ma. Úgy komolyabban. Pedig... Azért hagyján, de hogy az is ide volt fókuszálva. Na, nézzük, most abból is már hova lőttem volna. Add be! Nem. És az is elfut. Inkább az AX-nek az arcába áll bele. A T-34, gyere már hát a T-34. Gyere, gyere, és nem nézek, látod, beleáll az arcába inkább az AX-nek. Tehát inkább beleáll az AX-nek az arcába. Hát, kalibanban maradt még lövés. De mire odaérek, abban már nem fog semmi maradni. Egyet még kéne örülni, hogy legyek minuszos. De skec, mire odaérek, bár nézzek! Hát, na jó. Hánytakról pattantam le? Meg nem találtam el? Meg hasonló? Talán az összesről. Komoly, tényleg egyébként ez az ágyú, ezeket a lövéseket tudta. És mióta jobb a legénység, azóta meg nem. Tehát ilyen közelről oldalba lőni valakit simán tudott, és nem. Most valahogy nem. És azért egy picit elszomorít. Mert ilyenek miatt, tehát ezen a tankon szinte semmit nem kell lőni. És... és mégse sikerül meglőni azt a keveset sem, mert... már ma nem akar barátkozni, mert nem a tank. Akkor majd mondom, inkább elkezdek bazd meg spotolni. Pam pa pam pa pam pa pam. Hát az előbb láthattad, hogy milyen, de ugyanez volt rajta régebben is, amikor jobb volt, szóval. Hát nem kéne ennyire kapkodni. Csak ilyen szitukban meg muszáj, mert azonnal büntetnek vissza.
Na jó, ez most riszki lesz, de... Ezt sose akarom látni. Ennyire kevesen jövünk erre. Ó, anyám. Na miből, hogy a zenemiből meg mindenki erre jön, ha? Ha lemerem fogadni. Pedig fontos lenne ezt a pozíciót megnyerni. Türelem, 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 pum. Hát, robbanó ugye. De legalább lánc. Ezt a pozíciót meg kell nyerni. Hát ha ránk ugranak öten, akkor nem fogjuk. Aha, értem. Előttem áll egy tank, engem lő el a Leo. Hát, na igen, és akkor ilyenkor ki fog átmenni. Ez nagyon nem jó. Tudjátok miért? Mert ketten vagyunk. És ketten is maradunk. Csé, nem adja föl. Pedig föl kéne. Ideig visszajöhetne a srác. Érdekes, mert nem támadnak ki. Na jó. Ettől féltem, hogy visszahúztak a faszban. Na, innentől kezdve viszont... Szópoládé. Elfogyott az enemy csapat. Aha, értem. Ott van a Hellcat mellett. Az
az, aki lesz meghalt? Blindba? Mikor? Kurva anyját lelopták. Aj, ez is megint, hogy nem mersz menni, mert ha tudtél, hogyha előre mentem volna a legelején, akkor megdöglöttünk volna. Ha ott maradok a csével, tudti ránk jöttek volna. Így, hogy visszamentem, itt természetesen nem jöttek ránk. Na jó, hát ez a 325 damage. Nagyon remélem, hogy mondjuk blindba volt egy-kettő. Még azért pár kétlen, mert mindegyik robbant. 1500 spot damage. Teljesítményre jó, csak... Ebből is sokkal, de sokkal több volt. Fene. Vigye el. Gyors kör volt, csak másik irányban. Ja, nem volt blind. Jó, hát mindegy, ez van. Hát ezt tudom, hogy ennyire nem jönnek át, akkor simán be lehetett volna játszani már az elején a fölmenetelt, és akkor oldalba lehetett volna őket lőni, míg nem vonultak vissza. Érdekes, hogy lőttem azokat a részeket, és se a helyeket, se az Achilles, senkit nem találtam el blindba. Fura. Pedig fixen lőttem többször is oda, ahol voltak. Vagy még akkor nem voltak ott. Inkább az. Mert a spotot is csak akkor kaptam, amikor már elindultam jóval előrébb. Oké. Oké. Kász. Gyerek simán átjött a mi oldalunkra. Csefi. És mindenki a szélére jön, de jó. De jó vagy. De jó. Mármint, hogy... Mármint a szeretet áradjon beléd. Az egy 200Y. Az, én úgy hallottam, hogy fáj. Vak voltam, semmi gond. Az már ott...
Nem ment előrébb, jó, semmi probléma. Komolyan, mi a fasz? Tehát ott az oldala beüthető. És nem. Más beüti, más nem lövi a izé, Suszáz Y-t. Aj, már megint egy eszeveszett szar kör, ahol ott a lőni való bazzag, és nem tudok lőni. Miből, hogy engem fog lőni, na? 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 Azt hittem beragadtam. De végül is be is ragadtam. Na, jóló. Full HP-n. Na jó, jó, most mondom azt, hogy kapja be a... Kapja be az RNG, bazd meg. Na, én nem tudom, mi lett ezzel a lőszerrel, de könyörgöm, tehát, hogy... Tehát, hogy egyenes részét lövöm meg, ami gyakorlatilag a légy is átbassza magát rajta. Oké, okay, szószál, nyugi, jó lesz az. Emlékeztek még a tennapi, izé, 3-4 ezres körre? Most olyan lesz. Érzem. Érzem. Jó? Érzem. Ha nem, tier 8-ba leszünk. Terapi segített, tegyétek a kezeteket a monitorra, küldjétek az energiát. Varga Jani, te nem már olajos a kezed. Jó lesz. Most jó lesz. Érzem, jó pálya. Mindent eltalálunk, mindent átütünk. Nem a legjobb pálya, de ez jó lesz. Eskü jó lesz, érzem. Kun János, hello! Na. Jó lesz. Érzem. Tehát vagy jó lesz, vagy meghalunk egyből. Másmikor ennyire közel van a Gammarkhoz, akkor ilyen óvatosabban játszom, de hogy biztosnám, amit tudom én, hát az én nem én vagyok. Ha visszaesünk, visszaesünk. Nem érzem eléggé a monitorokon áradó erőt. Ez a light, ez nagyon erőszakoskodik. Jó, az nem gond, még nem gond. Mondom, nem gond.
lelopták. Ezt se értem, hogy miért nem találtam el. Tehát, hogy... Na mindegy. Papírra kéne ejteni. Got him. Nem látszódik. Aj, véj. Ezek sokan vannak. Még itt. Bedöntött páncél ellen nem sokra megyünk. Ja, igaza van. Már csak ők voltak. Nem figyeltem, én lőttem mellé. Ezt elbasztam, itt a végén menni kellett volna simán. Nem figyeltem, hogy a többiek már megdögröttek. Nem kicsit pöcsányú van, hogy lehet ilyen messzire húgyozni. Hát így. Meg kell szokni. Lehetett volna jobb kör is. Inkább a Skodán kéne húzni a legénységet, ha már így benn vannak a boosterek. Szia, Bence! Inkább. Pa-pa-pa! Micsoda látótávunk van. A végén mi is beindítottuk a motort, érted? Spórolni kell az üzemanyaggal.
csórit, és néztem, hogy jó szarrá fogják nerfelni. Már megfulladt. Végül is az is lehet életcél valakinek. Én sehol senki. Azt céloztam az utolsó. Akartam sebzést kapni, szarú céloztam. Ezt az ágyút még így nehéz érezni, hogy nem 100%-os a legénység, de annyira nem probléma, csak... Pattognak bazzik az artilövések, és nem tudom, hogy mi meg hogy meg merre. Picit beszartam. Főleg, hogy az az ára bejön mögém. Artik azok teljesen rám vannak gerjedve. Ettől féltem. Hogy jön a bubus. Jó van már Artik, fejezzétek már abba bazd meg, mert... pofán hintelek titeket mindjárt. Ekkora tempónál bazd meg. Elő a gyerek. Valamelyik arti olyan szinten rám van állva, hogy már én szégyellem magam. Az árát azt lehet, hogy lehetne egy picit lőni, ha elmozdulna. Az bement teljesen a házakhoz. Abba villan, de nem látom. Szerintem csak egy milliméter látszódik belőle.
lehet vele normálisan kitározni. Most hello. Hol vagyok, köszön. Végre végeztünk az egyik gammárkozással, úgyhogy most mehet a kövi. Vagyis hát inkább itt még annyira inkább legénységhúzásos témák vannak. Nem én szeretnék feltétlenül előre fele menni. Tengeri búvárzat. Szerintem ott még TD áll hátul. Ja nem, mert a Hellcat is elhúzott, meg az Art is. Most nézem közben. Viszont te biztos, hogy nem fogok foglalni. Mikor a Hellcat meg simán visszajöhetett ide, nem baj. Megnézzük. Más nem, akkor info. Szerintem egyébként itt van a sarokban a Hellcat. Max az Arti van ebben a sarokban. Aha, látnak. GG! Támadó Arti! Hát igen, ezzel nagyon könnyű TD-zni, úgymond ezzel az Artival. Nice. Mondjuk... az Ombra előhette volna. Azzal a tankon nagyon könnyű TD-zni. Ugye eléggé pontos hozzá. És ezek kergetik. Jobb is, hogy befoglalunk, mert ezek az meg elvesztik full HP-ról. Na. Jó van az kezdésnek. Nem tudom, én annyira nem szeretem ezt a tankot egyébként. Valahogy. Pedig egyébként brutál erős. Tehát értem én, hogy miért kell úgymond nerfelni. De szerintem elég lett volna ágyú szinten. Csak 91%-os. De ettől függetlenül tényleg egyébként, tehát ez az ágy az brutál erős. Csak nehéz azért vele kitárazni rendesen ekkora távolságokra. Hát a nerf után meg aztán, ha tényleg az megmarad, amit írtak rá, akkor meg még inkább. Hát vannak nerfek,
meg buffok, amiket úgy nem igazán értek, hogy minek. De a legtöbb egyébként az lehet remélhetőleg jót fog tenni a játéknak. Mármint, hogyha láttatok ezeket az infókat, amik ugye jelenleg szuper teszten tesztelik ezeket a nerf per buffokat, úgyhogy már meglátjuk. Hát a Kramwagent ezt például jó ki fogják herélni. Az biztos. Meg egy-két tankot. Nem kellett volna lefékezni, de miért fékezett le? Simán eljött volna. Simán átgurulok előtte. Megint milyen halk a game? Mert a szélére ismételten senki nem ment ki. Na jó. Hát így nehezebb lesz a szisztéma. Ezek a random lehalkulások, hogy mitől vannak. De most az update-tel jött be. Ismételten egy hang. Hiba úgymond. Új, ez mi volt? Még liglag is van? Hajvé. Ez az egész játék, mint a lejjebb lenne halkítva. Hát amíg ők ott hátul vannak, addig így elég nehéz lesz bármit is tenni az ügy érdekébe. Addig tényleg nem tudok nagyon följebb menni. Most hát följebb lehetne, de nem lehet. Úgyisten igazából még a Kero miatt. Oda hátra nem kéne figyelni, akkor azért be lehetne állni, bár tudom, hogy ott van oldalt még a srác, de... Tudnám, hogy ilyenkor így minek húzom vissza a tankot. Az igen. Na látjátok? A Rudi az meg szintén egy T-34-85M. Nem OP egyáltalán. Azt nem kell nerfelni. P43 már visszament. Na, azért ez az ágyú. Jó, tudom, nem 100%-os legénység, de na. Beszűkült állapotba is képes mellé lőni. Poškodili sme je. Nepřátelský obrněnec zasažen.
Ja, a Golda nagyon durván jó. Sokkal pontosabb, ugye nagyobb a lövedéksebesség. Sokkal jobb. Gyilkosség a hello. Hello, szia, szevasz. Szóval a Golda igazi bestia. Hamarabb odaira vősze, nem esik le olyan hamar. Ugye el van borulva meg minden, ennek ennél olyan kibaszott meleg van. Meg lesz is. Ja, de jön a hüvi. De ez mi? Hogy mindenhol 19 meg 20 fok van. És mégis 32 fok van mára beírva ezt, hogy... Fura. Visszanéz. Vakasszony visszanézett. Akkor a követ. Hatodik érzékem az nincs már. Könnyen vagy öcsém, hogy izé... Ugye a heavy részt áttolták nálunk, meg nem. Két HP. Ott maradt két HP-n.
Hát ez nem lesz a legegyszerűbb téma itt. Fontos lövés volt. Imádnám, ha kiszedni az arti. Természetesen a Hammel az rám van állva azóta. Ezért vesztenek. Ismételtem, mert egy tankot fókuszál, nem segíti a többit. Többit nem segíti. Rám van fókuszálva, ezáltal szopó volt. Ez ki lett bekkelve. FXKB, hello! Erre már nem maradt izem boost. Nye, pedig ez jó kör lett volna. Jaj, ez a arcade mód. Sheen. Sheen fegyverré változik. Tehát a Sheen fegyver az a Railgun fordítása. Bármit, hogy... Ah! Perfect! Sok sikert mindenkinek hozzá, jó játékot a módhoz. Wargaming csinált egy ilyen arcade módot, hogy megmutassa, hogy milyen szar lenne a játék, hogyha... Ha minden tan pontos lenne, ha spotrendszer máshogy lenne, stb. Stb. De ezt azért rakták be. Egyébként csak mondom. Hogy ezután csöndbe legyen mindenki. Hogy lehetne ilyen is. Sheen fegyver lenne mindenkinek.
Ura, rosszul lövök. Ez az ágyú is borzalmas. Mozgás közben. Ja, értem. De így ki tudsz jönni, csak úgy büntetlenül. Innen is puszillak, bazd meg. Hogy képes voltál gyakorlatilag azért, hogy belém táraz, megdögleni. Mi ez a sok STRV? Akció van, vagy mi? Olcsó, az ingyen szar. Hogy elszaladtak innen, mi? Eléggé masszív kempek vannak hátul. Hát ez elég riszki. Hogy te, hogy pattantam le a torony hátuljáról, amikor az átütető, na mindegy. Hivatalosan nem az. Érdekes, hogy a Jack Panthert nem látják. Én se látok semmit. Ez minőségi kör, azt kell, hogy mondjam. Tehát jött egy táras tank az elején, hogy kitárazzon rám, majd megdöglött. Ajvej. És erre néz, bazd meg. És erre néz. Ó, Istenkém. És akkor gyakorlatilag ennyi HP-val jársz végig a játékot, mert ő úgy döntött, hogy te vagy a kiválasztott. Érdemes volt neki érte megdögleni. Lehet, na, van akinek ez az élet célja. Érdekes, érdekes.
Kb. Milyen aranyos volt, mondta, hogy jön szupportálni, azt ott megáll a hátul. Talán a Hammel. Valahol. Nem tudom, de jöhetnének az emberek segíteni. Nem? Tehát, hogy úgy... Egy picikét. Thank you, bro, thank you. Még jó, hogy jöttél segíteni. Egy darab tankkal leálltál fájtani, miközben öten jönnek rám. Köszi. Jó volt, haver. Jó volt. Ja, és teszem azt, hogy ott volt, és onnan jött be a TD. Tehát konkrétan mellőle. Jött be a TD. Mögém. Nem volt az annyira szar. Majdnem 3K kombinált, jó van az. Csak jó lett volna nem meghalni. De hát igazából alacsonyan szálltak minden vonal is a tankok. Nem lettem első, értem. Jó van akkor. Amúgy a VK az tényleg egy jó tank. Főleg így top tierként. Kb. Egy az mit tett hozzá? Jézusom, ez volt aki azt mondta, hogy jön segíteni? Na erről beszélek. Kilenc meccs ismerkedik. Na de legalább nála az van, hogy ő tényleg full kezdő játékos. Azért nem hibáztatja az ember. Olyannyira most kezdett el játszani. Konkrétan. Egy hónapja.
De neki ez a Max stílű izé, a tank, stb. Még ismerkedik vele. Kevésbé lehet úgymond haragudni rá. Ha ugyanez egy, mit tudom én, több tízezer csatás gyerek lett volna, akinek a kávé egyje van 5000 csatája, és ilyet produkál, akkor szomorú lettem volna. Leandarhun, hello. Árkád módot nézted már? Nem. Nem is valószínű, hogy fogom, mert nem sok értelmét látom, de... Ha valakit érdekel, akkor nyomja. Itt van Baba a Baba klánból. Szóval valaki igényt tart rá, akkor hajrá! Hat kötvényt. Há, azért mondom, hajrá! Nyomjátok. Érezzétek, hogy mennyire szal lehetne a játék, hogyha a Wargaming akarná. Igazából ez csak arról szól. Hogyha minden tank pontos lenne, meg ha minden tank gyors lenne, meg ha minden izé lenne, tehát hogy így, ja. Kicsit joló, túl joló volt a gyerek, nem? Ez, aminek én kurvára nem örülök, hogy ezek bazzik. Egyszer jövök a városba évente, és tolják. Miénk meg hátul megállnak. Már aki egyáltalán ide jött. Na jó. Elvileg jó, mert középen van tankunk. Tehát, hogy innen lőnek meg. Na jó van, akkor jó van. Nem lenne egyszerűbb? Hát nem. Minek végül is igazam? Na hát ezért nem járok a városba sem már, mert sebb értelme. Ezért szoktam már heavyvel itt shot campelni inkább kin. Mármint középen. Most már nem sok értelme van oda menni.
Igazából nem értem, hogy itt hogy nem mentünk át. Ha mindenki itt volt. Érdekes. Sniper heavy leszek. Esélyed nincs egy izével szembe, GSO-ra szembe levadászni, olyan gyorsan azért nem töltök. Ja. Hát igen, a 8-asok azok lelokkodnak mindent. De egyébként jó ez az ágyú. Bár a trollnak is van egy érzése, de azért ez... Azért jóval kifizetődőbb tud lenni. Mikor szünete? Szerinted mikor néztem volna rá? Életem nagy részét itt töltöm előttetek. Mikor hajnalba? nem néztem még. Őszinte legyek, lehet, hogy nem is fogom már. Amit láttam belőle a trailer, az maradjunk annyi, hogy elég gyenge. Meg már megint mindenki izé benne, nem idén barnult. Nem kell, és mit kell mondani róla? Vagy miért kell feltétlenül egyből beszélni róla? Szerintem. Így le egy papírra, gyűrd össze és dob ki a kukába. És akkor kiírod magadból a dolgokat. Biztos sokan vannak még, akik meg akarják nézni, nem kell spoilerezgetni. Sajnos fogadni merik, hogy egy fos hulladék lesz a sajnos. Wow, az hogy nem talált. Halott? Or maybe not? Vagy mégis? Áll a gyerek kin, GSO-ra. Úgy látom, a többieket nem nagyon izgatja. Hát, maradjunk annyiba, hogyha nem mentem volna a városban, hanem alapból erre felejöttem volna, szerintem jobb lett volna a szitu. Bár itt csatolták át, úgyhogy mégis a város felől lett áttolva. Ami azért vicces, valljuk be. De hát...
ahogy amennyire vezettünk, vagy hát ez az oldal le volt izétolva, eléggé szoros lett a vége. Aj, de most már megvárom. Majd rúlik mindjárt. Szóval, Resident Evil-ös témában én még mindig nem értem azt, hogy nem lehet animációsba csinálni rendesen. Bár ez a Resident Evil animációs is egy kalapszar volt, ami most legutóbb volt a Netflixen, szerintem az a négy részes. Az a négy részes szar. Szóval, én nem várok semmit tőle. Valószínűleg meg se nézem. Mint ahogy a legutolsó filmet sem, mert kalapszar, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Netflix mostában olyan szarokat gyárt mindenből kb. kb. 50 kiadott dologból egy valami, ami talán ér valamit, amit meg lehet nézni, sajnos. Még a dokuk azok aránylag jók. A többi az egy rakásszal. Ja, meg a izé, meg a koreai sorozatok, bár abból is most egyre kevesebb van. The Stranger Things az jó volt. Ez a negyedik évad, ez talán az egyik legjobb volt. Az jó. A többi mostanában, amik kijöttek, sorozatok, stb. Kalapszal. Hát most miért volt normális? Miért Resident Evilben volt normális film, meg sorozat, meg izé? Animációs volt egy-kettő, ami a rendes karakterekkel volt. Ez a mostani Netflix-e szerintem az is borzalmas volt. Szóval nem értem, hogy miért kell erőltetni az élő szereplőst. Lehet egy normális izért kell csinálni animációs sorozatot, amiben aminek úgy mondom, van értelme. Hát szinetettem meg olyan vagy, hogy amire valaki azt mondja, hogy jó, akkor szerinted is jó, szóval. Te így sodrodsz a hype-pal, az a probléma, az se túl jó. Szerintem. Én tudtam, hogy nem lesz, meg se néztem. Ahogy a Boba Fettet se. Pedig én nagyon szeretem Boba Fett karakterét. De nem, mert már Star Wars sorozat per filmeket se. Jó, az animációs sorozat az jó. De azokat se tudnak már normálisan csinálni. Ugyanez a helyzet már Marvel-lel is. Abból se nézek már sorozatokat. Az is egy hulladék, egyedül a izé volt még egész tűrhető. A WandaVision, többi az már egy rakás kos. Hát, ráérsz letorrenteznie. Végül is. Úgyhogy ennyi. Azért mondom, hogy én nem várok tőle túl sokat. Megint színesítették ezt a Resident Evil-t is, hogy legyen benne mindenféle, megint. De, hú, amit a trailerben is láttam, hagyjuk. Milyen jó, hogy nem mentem oda, mi?
Én általában jó sorozatokat szoktam neked, de ott a Boys, az például szerintem még mindig kurva jó. Az se volt szar, tehát én inkább olyanokat ajánlok, amik jók, nem minden szart. Általában amiket szoktam ajánlani sorozatokat bárkinek, abból úgy ember még nem nagyon csalódott, hogy nem mondták rá, hogy olyan istentelenül szar volt. Az úgy... Hol le ledzik lenni? És ha E25 lennék, akkor valahol... Valahol osson fordálnék. Szóval, ja, nem tudom. Mondom, ha jó sorozatokat akartok nézni, akkor korait kell nézni. A Netflixen. Nem tudom, ott a filmek is, amit a magyarok néznek, tudod, ilyen top listában ott van, hogy mit néznek a legtöbben. Hát én nem tudom, hogy az emberek hogy tudnak ilyen dolgokat nézni. Annyira adná, hogyha úgy lenne lőnivaló, mármint hogy így spotügyileg is lenne, meg hasonlók. Meg dolgok, meg akármi. Most direkt nem mentem oda, mert ma már megszívtam, ugye. És nem én loptam le, érted? Az arti előbb odalőtt. Az mi durva? Szerintem az megindult előre, de már nem lesz úgy csott. Na jó, ezek akkor már jönnek át. Tehát már jócskán jönnek át. Ott van, ott van. A milliméter kapitány. A 33-as pontosság. Az volt, hogy nem tudok bemenni a heavy részre, mert hátba fognak lőni. Huntert is ki fogják végezni. Ja! A Rigó Jani itt várt. Uda menő vagy, Rigó Jani. Azt vártad, hogy én nézzek ki? Jani, hát ne legyél már ilyen köcsög. Köcsög. Amint, hogy nem. Nagyon aranyos volt, Jani. Szeretjük az ilyen Rigó Janikat. Egy másik játékba.
Spotolni nem spotol senki. Értem én, hogy nincs lány, de... Na mindegy. Egyetlen bárki jön. Ó, áti a súrlódós mindenet. Az egy tackos volt. Kérdés, hogy honnan? Nem, mint a szemből kapta volna innen, de szerintem oldalról a... Oldalról a izéből kapta, innen.
Nem tudom, hogy ott volt-e. Nem vagyok benne 100%-ig biztos. Ó, dehogy nem. Ó, hát dehogy nem. Ott volt az. Abból bizony 3 lövés betalált. Nézd meg, nagyon kell neki a kill. Nem hagyja meg a hatodikat. De meghagyták. Akkor jó. Nagyon rendik ezek az emberek. Lett csapva. Majdnem 3K kombinálva volt is annyi, az nem rossz. Ugye első körre ezzel a tankama. Ja. Mondjuk egy legénységi booster belefér. Oroj, hello! Szia, szia! Más boostert már nem nyomok. Igen, az a baj, hogy már akkora látótávon T8-ba. Akkora lövedéksebességünk.
Talán annyira nem kellett volna akkor elét célozni. Megérte elvonni a figyelmét. Kikapták a gecibe. Az egy fontos kill volt. Szerintem. Valaki úgy látszik. Cselekedik a Cromwell. Közben a túloldalt át fogják tolni. Szerintem már a Cromwellék is elhúztak. És nem. Megvártam, amíg betöltök. Na jó. Ez nem jó lett ez a kör. Tábor azért érződik, hogy ez az ágyú nem az igazi. Ó! Oh. Wuhu! Az előző kör az túl szép volt, hogy igaz legyen.
magyarázza meg nekem bárki, hogy mi történt az előbb. Hát az kritikus lett, de... Az a gyerek az... Tehát, hogy az első lövésem az olyan, mint a besült volna, vagy Mikey mondaná. Hát lehet, hogy kifagyott. Mert ment fokozatosan úgy előre mindenen keresztül. Borszalmas ez az ágyú néha amúgy. Fú. Ezért nem szerettem én. Ugyanaz, mint a izénál, Skodánál is, ott is olyan meh. Gyorsan ki lehet tárazni, de nem tudsz, mert... Mert kurvára nem pontos az ágyú. Hát erre is kellenek még a skillek. Hogy jobb legyen, mert ez amúgy messzire ez borzalmas. Pedig 0,34-es pontossága van, szóval annyira szörnyűnek nem is kéne lennie. De hát mégis az. Érzésre mindenképp. La la la. Ezek hagyján, hogy izé, de hogy a miénk hol vannak? Innen. Az a VK megindulna.
ságyú emelkedés sem annyi. Ránézni, de más figyelt. Az a lényeg. Remélem megért a tigris. Hogy te meg ott figyelsz. Nem képes ott eltalálni, ahova célzok. Kurva jó. Vagy senki nem fog fedezni szerintem. Kétszer már nem képes átlőni ezen a lyukon. Elég idegesítő cucc.
De jó lenne, lenne egy tankunk, nem? Mondjuk. Fú, ez van. Botok tömkelege. Mindenki elő van, meg gondolkodás nélkül. Ah, olyan magas ez a tank. Túl magas. Meg megint minek jöttem ide? Senki nem fog szupportálni. Ki? Elketék? Ha? Nem itt akarnék lenni, de nem tudom, hogy át tudok-e menni. Ezt a lightot kéne kiszednem. Csak tökéletesen mozog úgy, hogy ne lássak rá innen. Artia izén van fönn, bazznek a dombom. Kiszfotolnak-e? Ennyivel magasabb a tank, mint a bokorsor. Védj meg, Arti! Védjé meg, Arti! Szia! Legyünk barátok, te! Mocskos. Na, és ezek, tényleg egyébként ezeket a TRMC 85 emeket mikor fogják nerfelni amúgy? Sose. OP szarokat, bazd meg. Senkinek nem jut eszébe, hogy túl erős. Á.
Word baj. Na jó. Akkor nekem ez így mára elegendő volt. Volt ügyileg, délután akkor 3-tól jövök, és nyomjuk a Power Wash szimulátort, vagy mi a bánatos lófittyöt, ha minden jól megy, úgyhogy volt szerintem jövő hét folyamán lesz valamikor, mikor olyanom van. Jó srácok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, volt már egy jó pár követés, és nagyon szépen köszönöm őket, srácok, délután 3-tól a folyt köv, mindenkinek majd jó ebédet, jó pihit, hűsöljetek, ameddig még a kinti önmérséklet még egész tűrhető. További szép napos srácok, 3-kor találkozunk. Szevasztok!